Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a csatornámon. Én Tényi Bálint vagyok, és ebben a videóban most nem egy tanulmánnyal, esszével, vagy esetleg filmmel, vagy verssel jelentkeznék, hanem csak egy rövid gondolatmenetet szeretnék megosztani egy számomra nagyon fontos és jelentős költőről. Mindenek előtt, hát akkor a költő, akiről szeretnék néhány a napló szintjén, tehát nem nevezném ezt most eszének, sőt tanulmánynak, inkább csak egy rövid megjegyzésnek mondanám, Juhász Gyuláról lenne szó, és a írásom címe, amit most itt írtam reggeli kávé mellett, a félrecsúszott nyakkendő, avagy Juhász Gyula emlékezete. De mielőtt felolvastam ezt a rövid írást, szeretnék néhány gondolatot megosztani, hogy miért olyan fontos számomra még mai 28 évesen is Juhász Gyula. Még akkor is, ha megismertem már sokkal művesebb és jelentősebb költőket is. De mai napig szeretem műveit, mai napig nagyon közel áll a lelkemhez. Hát nálam ez úgy volt, ez az első érintés a költészet felé, hogy hát bevallom, a középiskolában, gimnáziumban, illetve az életem első két éveiben én nem nagyon szerettem a költészetet, meg úgy általában az egész irodalmat nem nagyon szerettem. Szükségtelennek tartottam, unottan ültem a magyar órán, és nem nagyon figyeltem oda, hogy mit mond éppen a magyar tanárnő, hogy milyen letűnkorok költőinek a verseit kell bemagolni, és akkor azt másnap ugye elmondani az osztály előtt. Egy nyűgnek éreztem, és nem gondoltam, hogy bármiféle funkcionális építő haszna van a költészetnek, vagy akár úgy tágabb értelemben az irodalomnak. Tehát beszéltünk egy prózai alkotásról, egy drámáról, tehát nem gondoltam, hogy ez nekem bármiféle hasznot, bármiféle segítséget jelent. De 16-17 éves koromban, és azért édesapámnak végtelenül hálás vagyok, ezt nem kitalálom, tényleg kaptam egy Juhász Gyula összes versei példányt édesapámtól, és akkor először így unottan elkezdtem olvasni, hogy miért vette meg nekem ezt egyáltalán, és jól tudja, hogy én nem nagyon szívlelem a költészetet, de ahogy megismerkedtem Juhász Gyulának a szerelmi költészetével, a szerelmi lírájával, úgy 16-17 évesen, el tudjátok képzelni, ezzel nem vagyok egyedül, férfi társaim, gondolom bizonyára tudtok ezzel azonosulni, hogy a kamaszkor ugye az egy nehéz időszak valamennyiünk számára, és hát ugye az első randevú, az önmagadnak a felismerése, hogy akkor mit is szeretnél te, milyen irányba szeretnél menni majd. Tehát a kamaszkor az mindig egy nehéz időszak valamennyiünk számára, és nekem akkor kamaszkoromban, 16-17 éves koromban, hogy elolvastam a Milyen volt szőkeségét, vagy az Anna örököt, Örök című versét, rádöbbentem, hogy amit a magyar tanárnő, az a szigorú korok és tanárnő, amit mondott, arra jó, mégis talán jó lenne egy kicsit odafigyelni. Tehát Juhász Gyula volt az a költő, aki felnyitotta a szemem az irodalom iránt, és azóta teljesen a rabjává váltam, úgymond, de ez egyfajta paradox rabság, mert nagyon szeretem, nagyon sok segítséget nyújt nekem minden áldott nap, még akkor is, hogyha kell, még akkor is, hogyha vannak nehézségek, és ez mindenki életében vannak nehézségek, és Juhász Gyulának, ahogy olvastam a sorait, erről a reménytelen szerelemről, amit nyilván ti is tanultatok gimnáziumban, a Sárvári Anna iránt kialakult szerelemről. Hát érdekességként megemlíteném, hogy elolvastam még régebben a felhasznált monográfiákat, felhasznált irodalmat Juhász Gyuláról, hogy ez egy teljesen plátói szerelem volt. Érdekességként megemlíteném, hogy összesen életében háromszor találkozott Sárvári Annával, és Sárvári Anna egyszerűen nem tudta megérteni, hogy miért akarják három nap múlva megkérni a kezét. És akkor ehhez még egy idézetet mondanék az írásom előtt, hogy Juhász Gyula, Szabó Lőrinc fogalmazta meg róla, mindig elérhetetlen szerelmek sújtották a lelkét, és ő mindig, Szabó Lőrinc azt mondta, hogy ő mindig költő volt, mindig szerelmes volt, és mindig beteg volt. És hát a bánat költője volt ő mindig. Tehát egész életét, nem csak az életét, hanem költészetét, művészetét is, a bánat, a megbánás, a fájdalom, a mélabú, vagy hogyha a pszichológia nyelvén akarunk
beszélni egy kicsit, akkor a depresszió, de nem szeretem ezt a szót, hogy depresszió, se az, hogy beteg. Inkább azt mondanám, hogy ő volt a bánat legnagyobb költője. Mert olyan elementáris erővel beszélt a bánatról, a szerelmi bánatról, vagy bármiféle más bánatról, amiről szerintem más költő nem nagyon beszélt. Tehát ő volt az, és ő volt az, aki felnyitotta a szememet a költészet iránt, és jó magam is írok verseket, de ahogy ti nyilván ti is tudjátok, akik feliratkoztatok a csatornámra, hogy a fő területem a filmkészítés. 2015-ben nagy örömmel forgattam egy portréfilmet Juhász Gyuláról, életem egyik legboldogabb pillanata volt, és a Makói Kulturális Központ is közreműködött, és megismertem ott egy nagyon szimpatikus, nagyon készséges helytörténészt, akivel volt alkalmam forgatni, és azt be is illesztettem a filmbe. És ha esetleg kíváncsiak vagytok erre a filmre, akkor ezt ennek a videónak a YouTube link, YouTube leírásába beillesztettem ezt a Juhász Gyula filmet, amelynek a címe A csillagot kerestük, vagy Emlékezés Juhász Gyulára. Édesapám is szerepel benne, aki, hát ahogy mondtam, a bánat költője, de továbbra sem szeretem használni a betegség vagy a depresszió szót, inkább úgy mondanám, hogy a bánat költője, és édesapám, és azért nagyon hálás vagyok neki, kutatta, elmélyült egy kicsit ő is a juhász irodalomban, az életére reflektálva, és a bánatot, ezt a bánat, ami átjárta egész életét, sorsát, költészetét, mindenét, ezt ő orvosi szempontból egy riport is, orvosi szempontból is megvizsgálta, és egy riport is készült a filmben, ami, tehát édesapám, és hát amiért a legnagyobb öröm, hogy a Makói Kulturális Központban is egy nagyon jó riport készült a filmben, de hogy egy szó mint száz a filmet, akkor ha kíváncsiak vagytok Juhász költészetére és a portréfilmemre, azt belinkeltem, akkor becsatoltam a YouTube leírásba. És egy apróságot szeretnék még megemlíteni. Abban az időben, 18-19 éves koromban nagyon nehéz időszakokon mentem keresztül, és emlékszem, a Szent István téren voltam, és hát vágóképeket csináltam, forgattam a Juhász filmet, és ahogy ott voltam a Szent István téren Pécset, ott van egy gyönyörű szökőkút, ha esetleg valamikor Pécset jártok, ne hagyjátok ki, mindenképpen látogassátok meg a Székesegyház alatt lévő Szent István teret, és ott volt egy amit én úgy mondok, úgy fogalmaznék meg, hogy csoda, egyfajta jel, hogy forgattam, csináltam a vágóképeket, és egyszer csak gyerekek játszottak ott egyébként a szökőkútban, és ezt hallottam, miközben a kamerát fogtam, idegesen félve, hogy úgyse fog bekerülni semmilyen fesztiválra ez a film, nem fog díjat nyerni, és egyszer csak azt hallottam, hogy Bálint, Bálint, hol a Tomi? És hogy ezt megértsétek, hogy ezt most miért mondom el, a kistestvéremet Tominak hívják, és ha belegondolunk, mondhattak volna annyi más nevet, annyi férfi név van, de nem. Én akkor, amikor éppen ott a vágóképeket csináltam, és feltörekvő alkotó voltam, és próbáltam a Juhász költészetét vizuálisan megfogalmazni, akkor hallottam ezeket a szavakat, hogy Tomi, Tomi, hol a Bálint? És hát gondoljátok benne, hogy mekkora véletlen ez, és én ezt nem tekintem véletlennek. Én úgy érzem, mint hívő ember, hogy én akkor, 2015-ben egy jó úton jártam. És hogy az Isten figyelte azt, hogy én amatőr filmrendező próbáltam valamiféle koherens filmet csinálni Juhász Gyula örökérvényű költészetéből. Tehát én ezt egy isteni jelnek tekintettem annó, és hogy akkor én a kegyelem által éltem, és ez a Juhász Gyula film azért fontos nekem, tudom, már 6 éve készült, és nem is nagyon nyert túl sok díjat, vagy sok fesztiválba be se jutott, hogy őszinte legyek, de valamiért szeretem újra nézni, mert
úgy érzem, hogy azt a filmet, ezt a filmet, és hát a, tekintve azt is, hogy mennyire azonosulni tudok a Szerelmi lirájával, Juhász Szerelmi lirája, azt a filmet én a Teremtőtől kaptam. És ez a mágikus, ahogy mondják ugye a pszichológia nyelvén, a mágikus gondolkodás, hogy pont akkor, abban a pillanatban azt hallottam, hogy Bálint és Tomi, kistestvérem, aki ugye Tominak hívják, én ezt egy gyönyörű, életem egyik legboldogabb pillanata volt, és még egy érdekességként megemlíteném, hogy akkor fedeztem fel, amikor vágtam a filmet, hogy akkor mondták ezt. És szerintem ilyen véletlenek nincsenek. Ez inkább egy jelzés volt az Úrtól, Jézus Krisztustól, hogy Bálint jó úton jársz, és jó úton is fogsz, jó úton is fogsz menni, és győzni fog az igazság, és győzni fog. Mert ugye az igazság felszabadít, ahogy nyilván ismeritek ti is ezt a passzust a Bibliából, és végtelen örömmel tölt el, hogy elkészült ez a film, és de hogy ne legyek már ennyire, bocsánat, hogy ennyire elkalandoztam, csak hát ha valami szenvedélyesen megérint valamit, akkor hajlamos vagyok egy kicsit össze-vissza beszélni, kicsit inkoherensen beszélni, de ez egy örök emlék, és életem egyik legboldogabb pillanata volt. Szóval egy szó mint száz, ha szeretitek Juhász Gyula költészet és ismeritek a sorsát, akkor szeretettel ajánlom ezt a filmet, amit 2015-ben forgattam, és csatoltam akkor a YouTube ennek a videónak a YouTube leírására. Szép napot kívánok mindenkinek, ha tetszenek a filmjeim, alkotásaim, gondolataim, kérlek iratkozzatok fel. Kellemes hétvégét, sziasztok!